Enne valamit? Nem kívánok hideg ételt. Van vad, hal. Mit kíván? Nincs sok időm. Csak a barátomra várok. Nem mindössze egy pohár italra ugrottam be. 5 perc alatt bármit elkészítünk. Milyen hal van? Ami a sétben, az mint. Törpeharcsa is. Amennyit akar. Abból sütnének. Egészségére. Radám Lajos vagyok. Köszönöm. De jó boruk van. Kézzel vegyem, úgy a legjobb. Kisütötte ezt? A felesége. Hát még ha az őszgerincben lenne. Őszgerinc. Éhes? Nem, nem. Magát itt miért nem szeretik? Tudja, mi az a guvat? Nem. Nem tudja. Egy madár. Nem hallottam még. Szereti maga madarakat? Hát nem jobban a fákat vagy a lovakat. Gyurgyókát látott már? Micsodát? Gyurgyókát. Az is egy madár? Az. Nem hiszem, hogy láttam volna. Vagy ha láttam, nem tudtam, hogy az. Hát kormos szerkőt? Az se. Látja. Én a röptéről is megismertem a madarat. Akármelyiket. Igen? Ez szép. Olvasta az újságban? Micsodát? A nagy madarat. Pedig az újságok is írták. Állítólag még külföldiek is. Egy garmos pusztai gyerek látta először. A sírbe fürdött, és egyszer csak látja ám, hogy a folyóra lecsap egy óriási madár. Azt mondja, a két kiteresztett szárnya szélesebb volt, mint a sét. Lehetetlen. Miért lett volna lehetetlen? Másnap a szikorói kanász is mondta, hogy látta, hogy a boszorkányban fölött repült. Ahogyan ismerős erre. Na és harmadnap én is láttam. Irdatlan magasságban keringett. Mozdulatlan szárnyakkal. De én nekem ez elég volt. Tudtam, ilyen madarat én még soha nem láttam. Tudja, gátőr vagyok, nem sok a dolgom. Én attól a naptól kezdve más se csináltam, csak a madarat vestem. De közelről soha nem sikerült megnéznem. Vagy igen magasan röpködött, ha meg alacsonyan, akkor messzire. Valahogy tudomást szerzett a madárról az Ornitológia Intézet is. Tőlem nem, az biztos. Én senkinek sem említettem. Még tagadtam is, hogy volna. Ha szóba hozták, látták el mások is. Csak nevettem. Mesebeszéd. De én tudtam, hogy az a madár van. A fészkére vagy a tanyájára szerettem volna rálőni, de nem sikerült sehogy. Jött aztán ide egy vékony, szemüveges ember a madártani intézettől. Tőlem is kérdezte, láttam-e madarat. Én aztán soha mondtam neki. De azért itt kuksolt egy hétig. Egy este látta is jó messziről. Azt mondja, fakókesejű.
Ritkán, de elkoborul erre is. Még hogy fakuk kesei. De azért csak nem hagyta nyugodni a lelkiismerete. Egy egész bizottsággal jött ide újra. Fényképezőgéppel, távcsővel, figyfenével. Ekkor már írták az újságok is a madarat. Ezért gondoltam, hogy olvastam. Szóval ez a bizottság egész nap itt leste az eget. Másnap meg híre jött, hogy ide 300 kilométerre láttak egy óriási madarat. Az egész bizottság autóba vágta magát, mert biztos volt, hogy csak is a mi madarunk lehet. Vágtattak utána. Csak hogy a madár oda 500 kilométerre tűnt fel. Várjon csak! Repülőt béreltek? Ez az? Ugye, hogy tud róla? Az egész ország lázban égett. Aztán elült a lárma, madarászok hazamentek. Azt mondták, mégiscsak egy kódorgó fakú keselyű. Én sem láttam, vagy egy hónapig. Aztán egyszer csak itt körözött. Olyan magasan, alig látszott nagyobbnak egy szúnyognál. Napokig rejtőzködtem a remészben, meg a nádasban, takarásban. Uh-huh. Ott volt velem a golyós puskám is. Lelőtte? Jó ősz volt már akkor. Sokat vacogtam. A madár egyszer csak ereszkedni kezdett lefelé. Nem várhattam tovább. Máig sem tudom, hogy hogyan találtam el. Mert igen messze volt. Kezem is remegett. Emlékszem, ahogy megláttam a nagy szárnyakat a céltávcsőben. A lövés pillanatában még reménykedtem is, hogy nem találtam el. Eltalálta? El. Mind egy kő úgy zuhant a föld felé. Ekkor láttam csak, pedig csukva volt a szárnya, milyen iszonyúan nagy. A káplányosba esett. Az egy mocsaras rész. Jól megjegyeztem a helyet. Órákig gázoltam felé a combtőig érő hideg iszapban. Egyszer csak látok ám valami vörösséget. Egy iszonyú nagy szárny. Mit mondjak magának? Több méteres. Nagyot kiáltottam örömömben. És ugráltam felé a zsombékon. Megfogtam a szárnyat. Én még olyan pompázatos vörös színt nem láttam. És a hátára fordítottam. És? Nem madár volt. Az a két szárny egy emberé volt. Érti? Üveges szemmel nézett rám egy szép emberi arc. Élezgettem, de hiába. A golyó épp a szívébe ment. A nyakán aranyláncon egy medál függött. Az volt ráírva Ikarosz. Mennyivel tartozom? Semmivel. A vendégünk volt. Jó utat.
Hol a francban voltál ilyen sokáig? Itt a kocsmában, a domb mögött. Azt hittem, utánam jössz. Kocsma? Itt? Nincs itt semmi. Nem tudsz átrázni. Nemrégen még naponta jártam erre. Ismersz egy Radám Lajos nevű embert? Igen, a gátő. Balarca égéspoltos. Igen. Te onnan ismered? Egyszer lelőtt egy piros szárnyú óriás madarat. Nem tudok róla. Különben sincs piros szárnyú óriási madár. Hagyd a hülyéskedést a fenébe. Szegény Ikarusz. Hát lepufantottak, mint egy kutyát.